Kassel egy kisváros Németországban. Majdnem akkora a lakossága, mint Nagyváradnak. Kasselt átszeli a Fulda, amely kb. Akkora, mint a Sebestkörös. Kasselnek van dokumentája, Nagyváradnak nincs. Bár lehet, hogy igény lenne rá. A dokumenta a Művészeti Világ Forma 1-es versenye, amit 5 évente rendeznek meg. Általában a kurátorai a legnagyobb guruk, akik eltalálják, mi az, ami fontos a művészet világában, mielőtt az még divattá válna. 2022-ben megváltozott a dokumenta. A nagy guruk helyét átvette egy indonéz kollektíva, a Ruan Grupa. Ők további kollektívákat hívtak meg a 100 napig tartó mega kiállításra. Több mint 1500 művész munkái kerültek bemutatásra. Annyi minden történt, hogy még térképpel sem lehetett mindent megtalálni. Így nem csoda, hogy a Fulda folyó több projektet is inspirált. Eleve ott van a Fulda partján Kleist Oldenburg csákánya, amit 1982-ben vésett be a német földbe, megrengetve a hagyományos művészi intézményeket. A Fulda folyó inspirálta az Appendix vietnámi csoport egyik munkáját is. A három művészből álló kollektíva az utazás és vándorlás, a földrajzi és politikai határok átlépésének kérdésével foglalkozik. Így azt találták ki, hogy készítenek három hagyományos, kék kobalttal díszített fehér porcelánvázát, aminek nagy hagyománya van Vietnámban is. A vázákat a három csoporttag testmagasságával és súlyával egyenlőnek tervezték. A festett vázákat Németországba tervezték szállítani, majd a Fulda folyón kellett volna leúszniuk Kasselig, utalva az utazás, vándorlás, határátlépés kalandjára. A koncepció költői. Egységesíti a rajzok mitikus szintjét az emberi test metaforájával. Ugyanakkor a porcelánvázák leúsztatása a folyón az emberi élet törékenységét és egyben fennmaradó képességét is kifejezi. A gyönyörű, koherens művészi koncepciót több szinten is módosítani kellett. Először ismert, főleg az ukrán-orosz háború kitörése miatt, a vázák behozatala Németországba nagyon megdrágult, így megviselte volna a projekt költségvetését. Másrészt a német partnerek azzal bíztatták a művészeket, hogy Németországban van olyan vásár, ahol hasonló vázákat lehet kapni, így elég ezeket a helyszínen megfesteni. A művészeknek Kasselban azzal kellett szembesülniük, hogy az, ami a legközelebb áll az elképzelésükhöz, egy műanyag váza, aminek robusztus formája köszönő viszonyban sincs a vietnámi vázák kecsességével. És ami nyilván nincs olyan méretben, mint a három művész testmagassága, hanem úgy nagyjából 1,2 méternél be is fejeződik. A másik probléma abból adódott, hogy a kasseli hatóságok nem engedélyezték a vázák leúsztatását a Fuldán, mivel úgy gondolták, ezzel szennyeznék a folyót. Az eredeti koncepció elúszott a Fulda vizén. Mi maradt az eredeti elképzelésből? A Kasselben kialakított vietnámi kert végében állt három, eléggé rozogának tűnő váza, amit nem is biztos, hogy a látogató észrevesz, ha nincs mellette egy képregény. A képregény pedig humorosan és magával ragadóan elmeséli az egész történetet, ami egy koncepció kudarcának története lett volna. Ha csak ez a megoldás nem pont azt bizonyítaná, hogy a kudarcot lehet kreatívan sikerré átalakítani. Így az eredeti elképzelésből is megmaradt egy lényeges gondolat. Az ember metaforája, mint törékeny lény, amely ki van téve a természet és a társadalom kényszereinek és veszélyeinek, és aki mindezeken képes felülemelkedni és művészetével új jelentéseket létrehozni. Az eset tanulsága, a Fulda folyik, a művészet marad. A művészet marad.